Új irodában kezdte meg működésének 15. évét idén a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. A helyi szervezet számtalan programot szervezett 2019-ben, nemrégiben pedig egy új eszközt is tudtak vásárolni. Adományokból vásárolt speciális nyomtatót a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Így néz ki a különleges eszköz működés közben. 13 darab elektromágnes készíti a pontokat a papírra. Ezt Svédországban gyártották, az értéke 1,6 millió forint. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 2007 óta használ Braille nyomtatót. Ez a modern eszköz egy teljesen új darab, a régi géphez képest 40%-kal gyorsabb. Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke be is mutatta a kinyomtatott papír olvasását. Magyarországon körülbelül 80 ezer látássérült van. Nagyjából 10%-uk használja a Braille olvasást. A speciális nyomtatót pályázatok révén nem lehet megvásárolni, ezért egy jótékonysági koncertet szerveztek, ahol 700 ezer forint adományt sikerült összegyűjteniük. Időközben október elején a Michelin nyíregyházi vállalata is megkereste az egyesületet, akik felajánlottak a részükre további 1,5 millió forint adományt. Akkor lehetünk sikeres vállalat egy városban vagy egy országban, hogyha azzal a közösséggel, akivel együtt dolgozunk, az nem csak munkakapcsolatot jelent, hanem vissza is tudunk adni az ő számukra, tudjuk segíteni a mindennapi életüket. Hogyha egy közösség egészséges, hogyha egy közösség boldog és jól működik körülöttünk, akkor boldog embereket tudunk mi is alkalmazni, és ez biztos, hogy a vállalatnak a működését is jobbá teszi. Köszöntöm a stúdióban Nemes Nagy Tündét, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igen, mozgalmas évet zárt az egyesület, és ez egy jubileumi év volt. Mik voltak a legfontosabb momentumok? A legfontosabb momentum az, hogy új irodába költöztünk. Az István utcáról elköltözhettünk a Búza térre, ahol jelenleg már 5 irodát bérelünk, hiszen 8-an vagyunk. Megváltozott munkaképességeket foglalkoztatunk, 6 súlyos látássérült dolgozónk van, és 2 úgymond egészséges, tehát jól látó munkavállaló segíti a mi munkánkat. Beindulhattak új projektjeink, hiszen civil szervezet révén többségében pályázati forrásokból hajtjuk végre a feladatainkat, érdekvédelmi tevékenységeket, szolgáltatásokat, elsősorban látássérülteket segítő adaptált szolgáltatásokat biztosítunk. Tovább folytathattuk azokat a projekteket, amiket tavaly évben elkezdtünk, közösségi programokat, illetve nagyon fontos volt, és még mindig nagyon fontos ebben az évben, a társadalom szemlélet formálása. Na, ez egy szép hosszú lélegzetű mondat volt, egy kicsit részletezzük. Egyáltalán hány tagot számlál az egyesület, és hány embernek segítenek? Az egyesületnek regisztrált tagja közel 1000 fő, ez azért ilyen magas ez a létszám, mert nyíregyházi székhellyel országos egyesületként működik az egyesület hazánkban, és vannak olyan tagjaink is, akik külföldön élnek, és külföldről veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Nyíregyházán körülbelül 400, vagyis a Szabolcsot már vegyék be, körülbelül 400 tagot látunk el. Mi a legfontosabb feladat, ami egy ilyen látássérült embernek fontos? Mi az, amiben a legnagyobb segítséget igénylik? Ez a társadalom szemlélet formálásán belül az önálló életvitel elősegítése, azt, hogy el tudjuk mondani gyerekeknek már óvodáskortól, illetve felnőtteknek, hogy hogyan tudnak nekünk látássérülteknek szakszerűen segíteni, ha kérjük azt a segítséget. És hogyan? Hát ez attól függ, hogy milyen élethelyzet van. Tehát, hogyha mondjuk tanulunk, akkor mi az a megfelelő formátum, amiben el tudjuk olvasni az anyagot, vagy hogyha mondjuk egy szakmai fórumra megyek, akkor előtte ne képformátumban jusson el hozzám az anyag, hanem Word formátumban, ami képernyőolvasó által is felolvastatható. Hogyan tudnak ebben segíteni a rászorulóknak, a gyengénlátóknak, az egyesület mi az, amit nyújtani tud számukra? Az egyesületnek 2 fő ága van, az egyik az érdekvédelem,
ahol ez az én feladatom, ide tartozik az ügyfélszolgálat, illetve maga a döntéshozókkal való kapcsolattartás, illetve az akadálymentesítés előmozdítása, és van a szolgáltató részleg, ahol Dankó Pál kollégám a vezető, itt pedig tulajdonképpen ide járnak a látássérültek legtöbben, mert hogy itt veszik igénybe a szolgáltatásokat. Van a brájnyomtatás szolgáltatásunk, amiben most nagy segítséget kaptunk, hiszen adományba kaptunk egy brájnyomtatót, ami nagyon-nagyon meg fogja könnyíteni a rengeteg megrendelést, hiszen tananyagokat, különböző kiadványokat, háztartási eszközök használat utasítását, tehát nagyon-nagyon sok mindent rendelnek tőlünk a látássérültek. Aztán itt tanítanak még a kollégák okostelefon használatot, hiszen egy érintőképernyős telefont meg kell tanítani egy látássérültnek egyéni keretek között, hogy kell használni. Aztán bráírást, olvasást oktatunk, azt, hogy hogyan tudja leírni a nevét, hogy az önrendelkezése is meglegyen, és azokat az eszközöket, amiket az önálló életvitele során használ, ezeket is meg kell tanítani. Tehát megmaradt képességeket, akik nem születésüktől fogva lettek látássérültek, ezt fel kell mérni, és ennek utána kell majd megtanítani azokat az eszközöket használni, amik meg fogják tudni könnyíteni az ő mindennapi életét. Milyen évet zár most az Egyesület? Milyen főbb rendezvényeik voltak, hiszen ez egy jubileumi év volt? Igen, az igazi születésnapunk az majd december 27-én lesz, de ezt egy picit előrébb hoztuk, hiszen az irodátadó után a legfontosabb volt a brájolvasás verseny megrendezésének a tovább folytatása, hiszen ezt már 15 éve rendezi meg az Egyesület minden évben. Ilyenkor hazánkból Nyíregyházára látogatnak azok a látássérültek, akik ugyanolyan sebességgel olvasnak brájban, kézzel, mint ahogy mondjuk önök kinyitják a könyvet és a szemükkel olvasnak, és minden évben eljönnek és megmérettetik magukat. Elindítottuk a vakmerő projektet, amikor közöttünk élő közszereplőket arra kérünk, hogy az életük, a napi rutinjuk egy-egy mozdanatát szemtakaróval és fehér bottal éljék meg. Voltak különböző közösségi programok, szemléletformáló programok, tréningek, amikor arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy hogyan kell nekünk segíteni, hogyan kell velünk kommunikálni, hogyan kell velünk bánni látássérültekkel. Sportoltattuk a tagokat, próbáltunk kapcsolatot teremteni a döntéshozókkal, az akadálymentesítés tekintetében. Nagyon-nagyon sok programunk volt. Mit lehet tapasztalni? Van-e pozitív irányú elmozdulás a társadalmi érzékenységben? Igen, igen, van, hiszen felfedezték az érzékenyítő vagy szemléletformáló programjainkat, és nagyon-nagyon sok helyre hívnak minket, illetve olyan intézmények, mint például a Nyíregyházi Egyetem összdolgozói értekezleten tarthattam az összes oktatónak 2 tréninget, amikor azt próbáltuk megmutatni, hogy hogyan kell a látássérülteket tanítani, és ennek a pozitív hatásait is éreztük az egyetemen azóta. Lehet-e azt tapasztalni, hogy könnyebb talán integrálni a társadalomba ma egy gyengénlátó szemét, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Persze, hiszen rengeteg támogató technológia van, ami arra ösztönzi a látássérülteket, hogy az inkluzív oktatásba vegyenek részt, illetve olyan eszközök is megjelentek, amik a mindennapi életet elősegítik. Hát csak az okostelefonra gondoljunk, az okostelefonok alapból meg tudnak szólalni. Nagyon sok olyan új, innovatív szolgáltatás van, ami a látássérülteknek segítséget nyújt, például a távszemszolgáltatás, ami egy operátori központot alkalmazáson keresztül felhívnak a látássérültek, és például segítenek a bevásárlásnál az operátorok egy távoli kamera segítségével. Ebben a projektben is 31 új készüléket tudtunk kiosztani, hogy igénybe tudják venni a szolgáltatást. Nemes Nagy Tünde, reméljük, hogy a jövő évben is ilyen szép eredményekről tudunk majd beszámolni a Kölcsei Televízió nézőinek. Köszönjük, hogy befáradt ma este. Köszönöm a lehetőséget.